Jó napot kívánok, sziasztok! Mint látjátok, egy Opel Astrába ültem bele. Jobban nem tudjátok, hogy Astra. Én tudom, hogy egy Opel Astrába ültem bele. És mondom ezt nektek is. Méghozzá egy nagyon szép darabba. 2008-as az autónk, egy Opel Astra Karaván. 1.6-os Cosmo, és igazából ez egy sportverzió. Méghozzá azért sportverzió, mert csomó olyan dolog van benne, mi igazából a sportosságára utal. Először is a kormány egy nagyon szép bőrből készült kormány, nagyon szép kialakítású, nagyon jó fogású, ergonomikus kormány, ami itt előttünk van. Látjátok, a műszerfal is egy ilyen jó kis két darab és nagyobb, és egy darab kisebb műszerből áll, és ez is ilyen jó kis ezüst színű, és a háttérben ilyen jó kis sportos műszerfal hátlapot kapott. És nagyon fontos még az is, hogy az autónkhoz van egy ilyen kis sport nevezetű gombocska, amit ha bekapcsolunk, akkor így egy kicsit átállítja itt a dinamikáját az autónak, tehát szó szerint egy sportosabb üzemmódba lehet kapcsolni ezt a járművet. Nagyon kellemes fel az autózás, alapból, de sporttal még jobb lesz, hiszen 115 lóerős, ez az 1.6-os motor, ami benne van. Friss műszakival kínáljuk nektek, illetve itt van velem Concerto, aki hát szépen kipakolt, mint látjátok. Hát érdemes is különben megnézegetni, amit kipakoltunk ide közösen együtt. Megvan a gyári kódkártya, aztán van egy végigvezetett szervizkönyv, amit lehet benne lapozgatni, nézegetni a műszaki karbantartásokat. Ami fontos, talán legutolsó, az 2020. 7. hó 28-ai, és ez nem csak itt a szervizkönyvben van benne, ez a bélyegző, meg aláírások, meg jegyebe, hanem itt van mellettem a komplet számla visszamenőlegesen, és a műszaki vizsga adatlapok, tehát egy lekövethető múltú kilométerfutású és karbantartású autó, amit itt nézegetünk. Tehát ezt lehet visszafelé nézegetni, itt a szervizkönyvvel átnézni és egyeztetni. Az autóból kiszállok, és akkor egy kicsit megnézzük kívül, aztán majd belül is egy pár perc erejéig, és utána visszamegyünk vele a kereskedésbe, ahol ezt az autót nektek ott letároltuk. Mit látjátok, ugye ide is van írva, M3 autóparkban vagyunk, ezen a web címen fogjátok megtalálni az autóinkat, ezt is és a többit is. Nyitva van a motorház, tehát bele is kukucskálunk, és megnézzük, hogy az 1.6-os motorunk az hogy dolgozik. Ecotec benzin, 115 lóerő, ezt mondottuk. Itt is, amit is itt van a szerviz, amit rátett címkét, méghozzá ugye 2020. 7. hóban, amikor ugye volt utoljára szervizbe az autó. Van egy jó kis varta akkumulátorunk, ez jól indít, könnyedén indította a járművet. Hibátlan jól üzemelő klíma van benne, ott látjátok a klímacsöveket, és egy nagyon szép egészséges motor belsőt, motorteret mutattam nektek. Nézzük meg egy kicsit kívülről is az autónkat. Esőszenzoros a járgány, zöld színű hővédőüvegek vannak benne, egy jó kis tetőkorlát végig a tetején, amire lehet majd ide keresztartót szerelni, kromdíszítés az ablakok alján szélénél, és egy hatalmas csomagtartó, ami fölnyílik könnyedén, és tele van nektek ide rakva, méghozzá nagyon jó állapotú. Én azt gondolom, ez egy téli gumi szed benne, dísztárcsával is lemez felnivel, ez 4 darab, és itt el is fér kényelmesen különben az autóban. Benne a ruló, és dönthető utasülésekkel rendelkezik, ugye lehet rámolni bele, ez is gyönyörű szép különben ez a króm díszítés rajta, egészséges hátsó lámpa, normális lökhárítók is, szép a felnyílás rajta, és ezen nyári gumik vannak. Komplett teljes bőrkárpitos az autónk belsője, mind a fejtámlák, mind az oldalsó rész, még a hátulsó rész is, és ezek a belső felületek is bőrbevonatot kaptak. Térképtartó, oldal légzsák, itt van velem Feri és Peti kollégám, mert nagyon jól lehet benne csúszkálni, tehát hogyha így ültök benne, akkor nagyon jól lehet benne csúszkálni, be is kell kötni magunkat. Aztán van benne függöny légzsák, ugye oldalt és elő légzsák a járműben. Üljünk be, és akkor itt is megnézzük, hogy miket találunk. 4 darab elektromos ablak, elektromos tükör egyszer, állítható magasságú ülés és kormányoszlop, sportpedálok, belelogott a kezem,
93069 km futás az autó, tempomat van benne, kormányról vezérelhető zene, keresse a csatornát. Erőlt nekünk, hogy visszatérjünk a terepre. Aztán megint jó extrák, ülésfűtés 3 fokozatban állítható, két oldalra. Centrálzár, be is csukodott a kocsi, és itt ez a kis sportgomb, amivel tudunk operálni majd menet közben. CD rádió, bordkompjúter és ötös váltó, amit kapunk itt. Egy dohányzásmentes cigicsik tartó, és ezt pedig azt mondom, hogy elmondtam nektek, tehát ez itt lehet lapozgatni, lehet nézegetni. Én pedig akkor bekötöm magam. Könyöktámasz is van, felhajtható, állítható, többféle pozícióban megállítható, és sötétedik a tükör, hogyha világítanak hátról erősen, és van benne szemüveg tartó tok is, tulajdonképpen ennyi az extrája. Van két gyári kulcsa a kocsinak, mind a kettő megvan, itt van a kezemben. És akkor látjuk, hogy van itt menetstabilizátor, ABS, olajnyomás töltész, töltésjelző, légzsákok, és minden kialudt, és most már tulajdonképpen semmi nem világít, mert minden a helyén van, és minden rendben van a szerkezetünkkel. Nagyon szépen megugrik az autó, hogyha odaléptek neki. Már most óvatosan, mert van itt 4 kerék a fenekemnél. Nehogy ide a nyakunkba repüljön. És akkor ezt én nem tudjátok kipróbálni, mert én tudom kipróbálni most. Ugye haladunk egy bizonyos sebességgel, és rányomunk egy ilyen kis portra, akkor szó szerint lehet érezni, hogy meglódul az autó, és elkezd húzni. Ugyanazon a gázpedál állásban voltam, így próbáltam ki, hogy helyesen is jól üzemel benne ez a technika, hogy lehet vele operálni, hogyha mondjuk előzni akartok, vagy egyszerűen csak élvezni akarjátok az autózást egy kicsit jobban, akkor rányomtok egy sportgombot, és már is meglódul a vasatok. A klímát is kipróbáltam, benyomtuk a srácokkal, kell hozzá ventilátor, így, és akkor bekapcsol a klíma, leteszteltük, kellemesen hűti az autót, és jön a friss, hűvös levegő itt a légrácsokon, beömlőkön. Csendes, egyenesen megy, nagyon kellemesen, jól húz az autó, fékezek, meg sem mozdul a kormány, nagyon jól lassított az autó, ugye 4 tárcsafék van rajta, elől is, hátul is tárcsafék van benne, úgyhogy jól megfogja az autót. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy így a nagy részét megmutattam nektek, amire kíváncsiak lennétek még a továbbiakban. Akkor itt megtaláljátok az autót, az M3 autóparkban, itt fogjátok a masinát megtalálni. Érdemes különben megnéznetek, mert jól jártok egy ilyen géppel. Fantasztikus jó kis kocsi, hatalmas csomagtér van benne, óriási terek, és lehet pakolni, és még jól is megy a járgány. Köszönöm, hogy itt voltatok, egy 93.000 km futott, igazolt, garantált kilométer futású Astrát láttatok 2008-ban. Köszönöm, hogy nyomtok egy ilyen jelet a videónk végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, és legyetek jók, a viszontlátásra!